Juhász Gyula a Nyugat első nemzedékéhez tartozó méltatlanul elfeledett költőóriás életművéről, a nemrégiben elhunyt Kozma László tollában született meg az a két kötetes elemzés, amely közelebb hozza a költőt a valósághoz. A De Profundis, a Mélységből című köteteket Revák István moderálásával Józsa György Zoltán irodalomtörténész, Baka Györgyi költő közreműködésével mutatta be a Vörösmarty Társaság dísztermében. Temeskült István mondja róla, hogy tulajdonképpen egyhúrú költőnek feltételezzük őt. Ugyanakkor ebben a kötetben egy új szemlélet kezd kialakulni. Az a Juhász Gyula, akit általában még a klasszikus Pannonhalmi az irodalomtörténet is valamiféle ideggyenge, a vörös forradalomba belekerülő melankolikus költőnek, elsősorban az Anna versek szerzőjének tüntett fel, tulajdonképpen egy roppant gazdag életművet hagyott hátra. A kötetben szerepelnek azok a művek is, amelyekkel az olvasóközönség mindmáig nem találkozhatott az egykor szerzetes papnak készülő legenda életművében. Kiemelkednek azok a hazafias versek, mint például a Trianon, amelyet korábbi kiadások nem is tartalmaztak. A szerzőnek a hatalmas érdeme, hogy tulajdonképpen részben a kritikai kiadás adatait figyelembe véve nagyon konkrét verselemzéseket helyez el, gyakorlatilag ez szerkezetileg az első kötetet kiteszi, azon kívül Juhász Gyulának a témavilágát tárja fel nagyon alaposan. Az olvasók elmélyülhetnek Juhász Gyula költészetének szakrális, istenes verseiben is, illetve megismerhetik azokat az írásokat, amelyekben a költő a magyar irodalom nagyjaival dialogizál.